A 18 éves korig tartó tankötelezettség helyreállítása, a hallgatói szerződések eltörlése, az esélyegyenlőség megteremtése és autonómia az oktatásban. Többek között ez is szerepel abban a közös elvi nyilatkozatban, amelyet az MSZP kezdeményezésére összehívott fórumon a meghívott politikusok elfogadtak. Az egyeztetésen a vendéglátókon kívül számos szakértő, valamint a DK, az MSZDP és a Szövetség Együtt Magyarországért mozgalom vett részt. Az oktatás legfontosabb kérdéseiről egy közös minimumban sikerült megegyezni. Ez azt jelenti, hogy megkezdődhetnek a tárgyalások a részletekről. A nyilatkozat, ahogy Hiller István az MSZP politikusa mondta, egyben felhívás is, mert a dokumentumban más értékrendhez tartozók számára is elfogadható irányokat jelöl ki. Abban is egyetértés volt, hogy az egész oktatási rendszer átalakításra szorul, mert a kormány a hatalomgyakorlás eszközeként tekint az oktatásra. Mi meg az esélyteremtést, a tehetséggondozást, az országunk felzárkózásának lehetőségét és a magyar fiatalság tehetségének kiemelését látjuk benne lehetőségként. A közös nyilatkozat szerint a felek olyan oktatási rendszer megteremtésében érdekeltek, amely esélyegyenlőséget teremt és megszünteti a szegregációt. Helyreállítják a 18 éves korig tartó tankötelezettséget. A felsőoktatásban pedig átalakításokkal ugyan, de megőrzik a bolognai rendszert. Abban is egyetértés volt, hogy a hallgatói szerződéseket el kell törölni. A DK képviseletében Niedermüller Péter kiemelte, világnézetileg semleges oktatásra van szükség. Az oktatás az nemzeti ügy. Mi mégis azon az állásponton vagyunk, hogy azt a jelenlegi oktatási rendszert, amit a Fidesz kormányzat létrehozott, azt teljes egészében el kell utasítani, az nem alkalmas arra a modernizáció stratégiának a megvalósítására, amiről itt az előbbiekben szó volt. A Szövetségben Együtt Magyarországért mozgalom képviselője a demokrácia és a közgazdasági alapismeretek oktatását tanrendbe állítaná. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt küldötte pedig az oktatásban érintettek párbeszédét és a minőségi oktatás megteremtését szorgalmazta. A most elfogadott közös nyilatkozat hangsúlyozza, nélkülözhetetlen a tanulás és az oktatás szabadságának a helyreállítása és az intézményi autonómia megteremtése is.